Kedden módosította a parlament a közérdekű adatszolgáltatásokra vonatkozó szabályozást, és leszámoltak a visszaélésszerű adatigénylésekkel. Vagy, máshonnan nézve, korlátozták az információszabadságot, csökkentették az átláthatóságot, és nehezítették a civilek és az újságírók munkáját, a közpénzekkel való elszámoltatást. Ez a különösben, hogy egy vasárnap benyújtott egyéni képviselői indítványt már kedden megszavaz a parlament, és pont most nyújtottunk be olyan adatigénylést, amelyben ennek a botrányos trafikpályázatnak az anyagait szerettük volna kikérni, nem csak a nyertesek listáját, hanem a bírálóbizottság adatait, illetve az értékeléseknek az adatait, hiszen abból lehetne látni, hogy szakmai vagy egyéb szempontok érvényesültek ebben a pályázatban. Már korábban is voltak olyan adatigényléseink, ahol úgymond visszaélésszerű adatigényléssel vádoltak, mikor például a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-től kértük az állami vagyon nyilvántartás adatait, ami egy létező adatbázis, nekik ott bent megvan, de nyilvánosnak nem nyilvános, és azt gondoltuk, hogy ennek igenis nyilvánosnak kellene lennie, és akkor már megkaptuk ezt a címkét, hogy visszaélésszerűen igényelünk közadatot. Zoli kért, hogy először. Igen, na ez az a pont, ahol a nyilván a műsort néző, fejlett rövidtávú memóriával rendelkező nézők talán emlékeznek, hogy azt mondtam, hogy a Balogh úrnál arra számítottam, hogy a Fidesz gyorsan fog hozni egy törvényt, hogy az asszonyverés az egy teljesen elfogadott, sőt, megkívánatos férfi tevékenységi forma, mert gyakorlatilag itt most, hogy mondjam, ennek a pandanyát, sőt, ennek a megvalósulását láthattuk, ugye bejött a trafik botrány, a sajtónak az a része, amelyik nem a már piacon lévő híreket akarja csócsálni, szeretett volna tovább lépni, dolgok mögé nézni, és gyorsan fölébredt a kormányzat. Bocs, Zoli, de reggel a miniszterelnök azt mondta, hogy ez az információszabadságról szóló törvénymódosítás csak jövő márciustól érvényes, vagy rosszul értettem? Igen, volt egy, amit én nem tudom, hogy pontosan ezt tisztelt, hogy gondolja, tekintve, hogy ugye most egyelőre még már a folyamatban lévő ügyekre is kiterjedő hatályos szöveggel nyújtották be. De most kezdve... már a miniszterelnök azt mondta reggel, nem? Hogy márciustól, jövő márciustól. A Atyuska megmondja, hogy akkor most milyen évszak van. De hogy mondjam, hagyj előlegezem a bizalmat azoknak a hatóságoknak és intézményeknek, amelyek adott szolgáltatási kötelezettséggel bírnak, hogy erre a törvényre való hivatkozással természetesen akármikortól hatályos ezeket az adatokat meg fogja tagadni. Hadd emlékeztessek egy nem olyan régi, ha már memóriáról beszélünk, történetre, 2008 karácsonyát megelőzően a Fidesz 1302 darab kérdést nyújtott be a kormány különböző szerveihez, minisztériumaihoz, amelyre ugye a ünnepi 2008-ban, mint ellenzéki frakció, és három napon belül kellett ugye válaszolni, három munkanapát összesen rendelkezésre az ünnepi időszakban, és megkapták hiánytalanul az összes választ. Itt külön emlékeztetnék Ák Péterre, aki valamiféle arról érdeklődött több kérdésben is, hogy a következő bélyegeken pontosan kiknek a portréja lesz látható, és erről azonnal kellett neki választ kapnia. Na most akkor senkinek nem jutott eszébe, hogy azt mondja, hogy ez visszaélésszerű adatigénylés volt, pedig tényleg olyan bornírt baromságok voltak benne, és egyértelmű volt a célja, de azt mondták, hogy ez a demokrácia ára. Mert hogyha itt korlátozzuk, akkor azt fogják felhasználni arra, hogy az ilyen fontos ügyekben is korlátozzuk. Gyorsan nézzük meg az utolsó filmünket, szerintem érdemes.